négysávosítás. A kapacitás bővítés miatt napokon belül változik a forgalmi rend a Sámsoni úton. Bölcsőde. Augusztusban nyit a város új, csaknem 100 férőhelyes intézménye a Zelemér utcán. Lovasnapok. Jövő hétvégén lesz Hortobágyon az ország legnagyobb lovas hagyományőrző programja. Köszöntöm Önöket! Ez a DTV híradó július 3-án szerdán. Már is jövünk a friss hírekkel. Ismét módosul a forgalmi rend Debrecenben, újabb változásokkal jár a Sámsoni út négysávosítása. A kapacitás bővítő fejlesztés váltott ütemben zajlik, vagyis a forgalom folyamatosan, részben az újonnan megépített pályán és szervízutakon haladhat. A korlátozások hétfőn kezdődnek, és várhatóan szeptemberig maradnak érvényben. Folyamatos volt a forgalom a Sámsoni úton ma délután, az autósok a hétvégéig közlekedhetnek a megszokott formában. Utána egy újabb szakaszához érkezik a kapacitás bővítés. Hétfőn kezdik ugyanis további háromsáv kialakítását. A munkák miatt így ismét változik a környéken a forgalmi rend. A Debrecen irányába haladók számára jövő hét hétfőtől a forgalom, a Nyírbátor utcától egészen a Kőrösi Csomar Sándor utcáig, erre az újonnan épített szervízútra fog terelődni. Ez idő alatt értelemszerűen a megállás, illetve a várakozás itt tilos lesz. A kapacitás bővítő fejlesztés egy úgynevezett váltott több szakaszos munkaszervezést vár el a kivitelezőtől. Ez azt jelenti, hogy a beavatkozást a folyamatos forgalom fenntartása mellett hajtják végre a szakemberek. Tulajdonképpen egy ilyen váltott ütemben történik meg ennek a 471-es számú főútnak a felújítása, és most ismét egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, hogy július 8-ától egy forgalomterelésre lesz szükség, pontosan ezért, mert vannak szakaszok, amelyek elkészültek, amelyekre ráterelődik a forgalom, és bizonyos szakaszokat pedig elkezd építeni majd a vállalkozó. A fejlesztéshez kapcsolódó legfontosabb változásokat térképen szemléltetjük. A Gábor Áron és a Budai Nagy Antal utca közötti szakaszon mindkét irányba az újonnan megépült útpályára terelődik a forgalom, míg a Bátori utca Sámsoni úti vége továbbra is zárva marad. A Katalintól a Kapitány utcáig maradnak a korlátozások. Szintén az újonnan megépített pályára terelődik a forgalom, Hajdú-Sámson irányába a Kőrösi Csoma Sándor utcától a Simon István utcáig tartó szakaszon. Az Őrmester utcán idéglenes szervízutat alakítanak ki. A Sámsoni úton egyébként naponta több ezer gépjármű halad el. És egy rendkívül fontos kapcsolat Mátészalkáig. Debrecen között nagyon sok ember él, és becsatlakozik Balkány, Nyíracsány, Érlugos irányából. Mondhatjuk azt, hogy 100 000 ember mozog Debrecen irányába ezen az úton általában. A kivitelező a közlekedőktől az ideiglenes közúti jelzések betartását kéri a balesetek megelőzése miatt. A korlátozások várhatóan szeptemberig maradnak érvényben. Csaknem 100 férőhelyes új bölcsőde fogadja hamarosan a postakerti és környékbeli gyerekeket. A Zelemér utca 4-es szám alatt alakította ki az önkormányzat a város legújabb nevelési intézményét. Augusztus 5-én nyit a bölcsőde, de előtte több nyílt napot is tartanak az érdeklődő kisgyermekes családoknak. Már az első nyílt napon megtelt gyerekekkel és szüleikkel a város legújabb bölcsődéjének udvara a postakertben. 96 kicsiről tudnak gondoskodni az Elemér utca 4 szám alatti nevelési intézményben, amihez járdát és 20 parkolóhelyet is kialakítottak. Könnyen megközelíthető, rendezett környezetű és jól felszerelt az új bölcsőde, ami mind fontos szempont a kisgyerekes családok számára. Kvencel, ő most lesz 2 éves ebben a hónapban, és nagyon-nagyon tetszik a bölcsőde, szerintem nagyon szuper lesz kívülbelül minden, hogy. A több mint 1200 négyzetméteres Zelemér utcai bölcsődében 8 csoportszoba van, 4 gondozási és 2 kiszolgáló egységgel. A kor igényeinek megfelelő bölcsi egészséges és biztonságos környezetet nyújt a kisgyermekek neveléséhez. 3 fő nevelési célunk van, a multikulturális környezet megvalósítása, az anyanyelvi nevelés támogatása, és hát mi az a nyelv, ami minden határon átível, az nem más, mint a játék, tehát a gyermekek játéktevékenységének biztosítására, gazdagítására helyezünk nagy hangsúlyt.
Az intézmény közel van a Varga kerthez, a Boldogfalvi kerthez, a Téglás kerthez és az Epres kerthez, így több városrész bölcsődei igényeit is ki tudja szolgálni. A fejlesztés révén Debrecen Egyesített Bölcsődei Intézménye már 14 helyen összesen 1356 férőhelyet kínál a kisgyermekes családoknak. Nem csak módszertani intézmény az országban a debreceni intézményrendszerünk, ugye az teljes egységes bölcsődei rendszerünk, hanem gyakorlatilag minden egysége megadja azt a lehetőséget, hogy biztonságban legyen a gyermekünk, nagyon jó nevelő munkát kapjon, tényleg nevelést kapjon, és közösségben sokkal jobban fejlődik a gyermek. És ezért ajánlom azt, hogy bármelyik bölcsődében nagyon szívesen be lehet adni a gyermeket. A Zelemér utcai bölcsőde augusztus 5-én nyitja meg kapuit, de előtte több nyílt napot is tartanak. Így az érdeklődő családok részletesen megismerhetik az intézmény adottságait, munkaközösségét és nevelési programját. Már csak a visszaváltási logókkal ellátott termékek kerülhetnek országszerte forgalomba. Azok a műanyag, üveg vagy fém csomagolású italok, amiken még nem szerepel a logó, továbbra is a polcon maradhatnak, azonban ezeket nem fogadják el a repont automaták. A visszaváltó berendezéseket, valamint a hulladékok kezelését a Mohu MOL hulladékgazdálkodás ZRT biztosítja. Repont? Még nem is láttam élőben. De apa, mi ez? Ez, fiam, a jövő! Július első napjától már csak a visszaváltási logóval felcímkézett termékek kerülhetnek az áruházak polcaira. Ezek után a vásárlók 50 forint visszaváltási díjat fizetnek, amit azonban visszakaphatnak, ha az üres palackokat leadják a reponton. Eddig nekem jó, de néhányszor használtam csak még, úgyhogy eddig patent gyorsan jól működött. Magyarországon egy év alatt 3,2 milliárd palack kerül forgalomba. Január 1-én vezették be a kötelező visszaváltási rendszert, azaz a forgalomba kerülő fém, műanyag és üveg italcsomagok maximum 3 literes kiszerelésig visszaválthatóvá váltak. Hasonló rendszerek már több mint 20 éve működnek Európában. Szerintem ezt inkább azért így csinálják, mert hogy nem jött be a Magyarországon, mint ami nálunk van Ausztriában, hogy így gyűjtsegessék az emberek, hanem csak így dobálták. És ezzel próbálják ösztönözni őket. Azt látjuk, hogy még elég kezdetleges a rendszer, tehát gyakorlatilag nem tudunk el ilyen ügyintézőket, nem tudunk gyakorlatilag előrébb lépni ebbe. Nekünk otthon van kis boltunk, és igazából nem tudtuk megoldani azt, hogy ez a visszavételezés ez működjön. Az italcsomagolások a rendszer segítségével újrahasznosított termékként kerülnek vissza a körforgásba. A visszaváltott termékek után a visszatérítés három módon történik. Lehet választani bolti utalványt, ami készpénzre váltható a kereskedőknél, vagy értéke levonható a vásárlás végösszegéből. A Repont applikáció segítségével a bankszámlánkra is kérhetjük az összeget, vagy felajánlhatjuk jótékonysági célra. A kihelyezett repont automaták a csomagolások formáját, súlyát és vonalkódját azonosítják. Ez alapján tudják visszaváltani a palackokat. Érdemes arra figyelni, hogy csak az épp olvasható vonalkódú termékeket helyezzük az automatába, hiszen csak ezeket tudja elfogadni a rendszer. A Debrecen Televízió híradóját Turuckai Kata tudósította. Megváltozott a kerti zöld hulladék elszállításának rendje Debrecenben. Július és szeptember között ritkábban gyűjti össze az AKSD az elhalt növényeket, mint eddig. A fásszárú növények ugyanis kevesebb hulladékot termelnek ezekben a hónapokban. Júliusban csak a hónap első két hetében szállítja el az AKSD a házak elé zsákokban kihelyezett zöld hulladékot. Augusztusban és szeptemberben azonban már csak havi egy alkalommal gyűjtik majd össze ezeket. A zárt zsákokat az eddig megszokott módon a szelektív hulladék mellé kell kihelyezni. Azokban az utcákban, ahol nincs szelektív gyűjtés, a kommunális szeméttel együtt szállítják el a zsákokat. Továbbra is lehetőség van egyébként arra, hogy gyűjtőponton adják le a zöld hulladékot a városlakók. Egész évben folyamatosan használható a zöld hulladékgyűjtőpont, ami Debrecenben a regionális hulladékkezelő telepen található a Vértesi út 9 szám alatt. Ide bárki bármikor behozhatja a zöld hulladékát, az lényeges viszont, hogy teherautóval ezt nem teheti meg, csak személyautóval vagy ahhoz kapcsolt utánfutóval. Szombat estig fúvós zenétől lesz hangos a belváros. 22. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Katona Zenekari Fesztivált, ahol összesen 13 együttes mutatkozik be. Pálfi Andrea küldött tudósítást a programról.
Ha azt mondjuk, hogy katonazene, mindenki az indulókra gondol, természetesen azok is lesznek, de hogy mi minden még, ez Korponai Tibor árulja el nekünk. A 22. Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál, hát mi lesz itt szombatig? Nagyon sok minden. Mint ahogy elmondtad, ugye nem az indulókról szól ez már, nagyon régen nem az indulókról. Most is, ha halljuk, hogy mit játszik a zenekar, valami teljesen mást. A klasszikus daraboktól a filmzenékig mindent. De ezen a fesztiválon nem csak katonazene lesz, hanem katonai bemutatók, lézeres lövészet, kint lesznek a legmodernebb haditechnikák, lesz egy kis titkos Gripen áthúzásunk, amit nem igazán tudunk majd titokban tartani, hiszen óriási zajhatással jár majd. De szóval itt a katonai bemutatóktól a legjobb minőségű katonazeneig minden lesz Debrecenben. Hány ország, hány zenekar, hány katonazenésze szórakoztatja majd a közönséget? Nem nehéz most nagyokat, hiperlatívuszokat mondani. Minden idők legnagyobb fesztiválja ez itt nálunk. 10 országból érkeznek zenekarok, meg persze 3 kiváló magyar zenekar is itt lesz velünk. És gondolom várjuk a közönséget, hiszen ez főleg értük szól. Így van. Szerda, csütörtök, pénteken a zenekarok egyéni koncertjei lesznek itt, meg persze jófajta katonazenekari felvonulás, szombaton pedig minden, ami belefér. A katonai bemutatóktól egy nagy zárógáláig. Nagyon szépen köszönöm. Tehát katonazenekari fesztivál itt Debrecen főterén, a csodálatos Kossuth téren, még szebb dallamokkal és nagyon jó katonazenészekkel. 3 nap, 400 ló. 56. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi lovasnapokat. A jövő hétvégén lesz a pusztában az ország legnagyobb lovas hagyományőrző és kulturális programja. A rendezvény újdonsága a ménes találkozó lesz. Debrecen városa 6. alkalommal működik közre a szervezésben. A tavalyi 55. Hortobágyi lovasnapokat az 5-ös szám jegyében szervezték, éppen ezért rekordszámú puszta 5-öst láthattak a nézők. Ez a látványosság idén sem hiányzik majd, sőt, lesz egy puszta 10-es is. A lovasnapokon ebben az évben is lesz fogathajtás, díjugratás, csikós verseny és nemzeti vágtafutam. Az igazi újdonság idén a Ménes Fesztivál lesz. Szilvásvárad, Bábolna, illetve Mezőhegyes is képviselteti magát, és hát nem csak a tenyésztő munkájukkal, illetve a tenyésztési eredményüket mutatják be, hanem sportfogatokat biztosítanak a fogatversenyekre, illetve az összes állami ménes a dísz 5-ös fogatát is felvonultatja. A családok a gyereklovas faluban pihenhetnek majd. Népi játékok mellett Szalmavár és a Hortobágyi Nemzeti Park kézműves foglalkoztatója várja az érdeklődőket az egykor Bitang kertnek nevezett területen. Olyan programokkal készülünk mi is, amivel biztosíthatjuk a nagycsaládosoknak is, hogy gyerekek innen nem fognak elbitangolni, végig ott tartjuk őket. Lesznek csepürágok, művészek, zenészek, néptánc oktatást fogunk tartani. Debrecen 6. alkalommal vesz részt az ország legnagyobb lovas programjának szervezésében. A városnak évszázadokig meghatározó szerepe volt a pusztában, a ménest is Debrecen alapította. Pap László polgármester úgy fogalmazott, Hortobágy évszázadokon keresztül adta a debreceni gazdaság és a debreceni gazdagság alapját. A puszta annak minden varázsával és lehetőségével együtt gondoskodott Debrecen sikerességéről, és hát ezt a történelmi tradíciót, ezt a történelmi hagyományt kell továbbvinni a 21. században és a mindennapjainkban is. A debreceniek utazását könnyebbé teszi, hogy a szombati programokra a DKV járatokat indít a Zégner térről. Halászlé, pontypatkó, sült keszeg. 16. alkalommal rendezik meg szombaton a Tiszacsegei Halászlé Fesztivált. A halfogyasztást népszerűsítő programra több ezer embert várnak. Az eseményen a hangulatról ismert előadók gondoskodnak majd. 25 kiló paprika, 15 zsák vöröshagyma, több mint 2000 kiló hal. Ezzel készülnek a szervezők a Tiszacsegei Halászlé Fesztiválra. Július első hétvégéjén 1,2 hektáros területen várják a halételeket népszerűsítő eseményre az érdeklődőket. Az előkészítő munkákat már a napokban megkezdik, hogy szombaton már a kész levesből merhessenek a vendégeknek. A szervezők szerint a siker kulcsa a minőség. Mi szakmánkban én azt mondom, hogy ezt, amíg élek, addig tanulom. Tehát lényegében véve
nekünk minden nap kihívás, amikor valaki ide bejön, hogy hogy fog távozni tőlünk. Ez még plusz rátesz egy adrenalint, azért itt nagyon nagy mennyiséget dolgozunk föl, nem mindegy, hogy mit adunk a vendégeknek. A fesztivál népszerűsége folyamatosan nő. Az első években alkalmanként körülbelül 700 adag halászlé fogyott, tavaly viszont már 4500. A családi programon a kicsikre és nagyokra egyaránt gondoltak. A látogatókat sztárfellépőkkel, kirakódó vásárral és hajózási lehetőséggel, a gyermekeket vidámparkkal várják. Ingyenes fellépőkkel, ingyenes parkolással, műsorokkal, játszóházzal, kirakodó vásárral, hogy legyen itt egy kis zsongás, ami idehozza a családokat, és ha megkóstolják a halászlénket, én biztos voltam benne, hogy utána vissza fognak jönni, mert annyira fog ízleni ez az íz. De szerencsére így is történt. A fesztiválon a hagyományos és kórhely halászlé mellett pontypatkó, illetve kárász és keszeg is sül majd. A délután folyamán pedig Király Linda, Király Viktor és Radics Gigi is szórakoztatja majd a látogatókat. Ez volt a DTV híradó. További hírekért keressék fel a dehir.hu-t, de tartalmaink elérhetőek a közösségi média felületeinken is. További jó tévézést kívánok, viszontlátásra!